Szerencsváros önkormányzata a Zöld Város projekt keretében újítja meg a Béke utcai parkolót. A beruházás során 24 darab szabványméretű és 2 mozgáskorlátozottaknak fenntartó térkő burkolatos személygépjármű parkolót alakítanak ki, valamint elektromos töltőállomást is telepítenek majd. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező július 6-án vette át a munkaterületet, és azóta lezárta ezt a részt a forgalom elől. A zöld növények kiültetése és a térkövezés után ismét használható, a 21. századi követelményeknek megfelelően kialakított megállóhely. A kivitelezés során nem várt akadályokba ütközött a beruházást végző cég és az önkormányzat is, amely meghosszabbította a területen a munkavégzést. Ezzel a problémával mi is szembesültünk, nyilván meg fogjuk oldani. Ha tetszenek emlékezni a fürdő melletti parkolóra, arra hetekig, sőt sajnos hónapokig azt kellett, hogy mondjam, ez még nincs átadva. Hivatalos avatás megtörtént, mint ahogy lenni szokott ebbe ez az országba, de én akkor tekintettem átadottnak, mikor a garanciális javítást elvégezték. Minden erőnkkel és anyagi lehetőségünk is, ha bírja, hiszen ha megtetszene kérdezni, hogy lesz-e jövőre, ma megkérdezte az Észak-Magyarország munkatársa, hogy lesz-e jövőre pénzelvonás, igen, be fogják vezetni a szolidaritási alót, ez nekünk mínusz 100 millió forint, de pontos tájékoztatást fogok adni, ebben a pillanatban én így tudom, azt kérdem, hogy akkor miből, tehát ha ezt túléljük és tényleg így lesz, de ilyen nem apróságnak tűnő. Annak az oszlopnak az áthelyezései 10 méterre tőlünk körülbelül 4-500 forintba kerül. Tehát azt a pénzt, mivel költségvetésből élünk, és nem úgy van, mint otthon, hogyha van a pénztárcában, akkor elköltöm. Lehet, hogy hó elején elköltem, és hó végén már nincs, ilyen is van a történelemben, de a költségvetési szerveknél csak a költségvetésben betervezett dolgokra lehet költeni, de igyekszünk megoldani a problémát, érzékeltük. Ez a parkoló még nincs kész. Nyilván, mivel az Émász udvarán a PCR-tesztet levevő tesztelő helybe indult, és ott el akarjuk különíteni, hogy ott csak a betegek álljanak meg, ezért a környéken lévő intézményeknek, hivatal munkatársainak mindent további nélkül meg lehet állni, de itt még garanciális javítások vannak, itt még hátra van az elektromos töltőállomás, a növényzetbe van ültetve, természetesen a kőburkolás el van, tehát abszolút biztonságosan lehet parkolni. A kiviteli tervekben szerepel egy elektromos autók töltésére alkalmas állomás, amelynek a kialakításáig több problémát kell orvosolni az önkormányzatnak és a kivitelezőnek. Először is át kell helyezni a villanyoszlopot, majd innen a föld alatt vezetéket visznek el a parkolóba, elhelyezett töltőállomáshoz. A polgármester elmondta azt, hogy tárgyaltak és több ajánlatot is kaptak már azoktól a cégektől, akik ilyen eszköz telepítésével és forgalmazásával foglalkoznak. Attól, hogy a pályázatban nem szereplő parkoló világítása még nem készült el, és az elektromos töltőállomás sem alakították ki, lehet a megálló helyet a KRESZ szabályainak megfelelően használni.